korábbi évekhez hasonlóan ismét pályázati úton és polgármesteri hivatali támogatás által sikerült megszerveznie a Városvédő és Szépítő Egyesületnek a fiatalok táborozását biztosító programot. A kovácsvágáson tartott tábor során gyalog és kerékpártúra útján igyekeznek kulturális kikapcsolódást szervezni a résztvevő gyerekek számára. Vannak olyan gyerekeink, akik a Történelmi Emléksétá nevezetű versenyen nagyon szép eredményt értek el általános iskolás korosztályban, sőt egyedüli általános iskolás csapatként, és ezek a gyerekek most mind itt vannak jutalomként ebben a táborban a Városvédő és Szépítő Egyesületnél, illetve több olyan gyerekünk is van, aki a rendszeres programjainkban, szemétszedés, kirándulásokban részt vesz a Városvédő és Szépítő Egyesülettel. A Városvédő és Szépítő Egyesület a város legrégebbi civil szervezetének számít. Már többször szerveztek tábort kovácsvágáson. A résztvevő gyerekek mindig szerepelnek az egyesület versenyein, valamint fellépéseken vesznek részt, és szemétszedés során járulnak hozzá a szervezet munkájához. Nekünk nagyon fontos a Városvédő Egyesület, és szoktunk részt venni különböző programokon is, például szemétszedés és versenyen is voltunk már. Ez a tábor meg azért jó, mert a barátokkal vagyunk, sokat túrázunk, nagyon jó, szeretünk itt lenni. A Városvédő és Szépítő Egyesület nagyon szívesen működik együtt más szervezetekkel. Új programjai közé tartoznak túrák és kirándulások szervezése a Kazinci Múzeummal közösen.